Itt a híradó, köszöntöm Önöket! Tegnap kiásták az ültetőgödröket, ma reggel pedig megkezdték a 164 facsemete telepítését a külső várkertben. Az ültetésben a Bakkonyerdő szakemberei mellett a mező erdésztanulói is közreműködtek a 0,4 hektáros területen. Mint azt megtudtuk, a munkálatokat élénk lakossági érdeklődés övezte. A parkerdő kialakítás ezen munkafázisát, épp úgy, mint a korábbiakat, dr. Áldozó Tamás polgármester is megtekintette. A Bakonyerdő ZRT szakemberei és több tucat mezős erdésztanuló dolgozott ma reggeltől a külső várkerti leendő parkerdő első facsemetéinek ültetésén. Most az első ütemben április végéig 164 darab csemetét ültetünk át el, bár helyesebb lenne csemete helyett suhángot, meg félsuhángot mondani, mert nagyméretű bulkolgyökérzetű szaporítóanyagról van szó. Ennek a 164 csemetének durván a fele az kocsányos tölgy, emellett gyertyánt, kétféle juhart hozunk még ide. A többi fafajt, illetve a cserjefafajokat majd az ősz folyamán ültetjük el. A csemeték, suhángok telepítése a leggondosabb szakmaisággal történt. Géppel gödröket ástunk ki, a gödröket beiszapoljuk, tehát a pápai tűzoltóság segített abban, hogy tűzoltócsöveket kaptunk, jó hosszú és nagy átmérőjű tűzoltóslagokat kaptunk tőlük, és ezekkel sikerül beiszapolni alaposan a gödröket. Ebbe helyezzük el a gödörbe a nagyméretű csemetét, utána visszalapátolják a gyerekek a földet, és utána újra beültetjük, ugye újra beöntözzük, pocsoljuk, jól beiszapoljuk, és tömörítjük. Fontos még az, hogy dréncsövet rakunk minden egyes gödörbe, a dréncsőnek a teteje a föld fölött lesz, tehát ez arra lesz jó, hogyha a szájos időszak következik be a nyáron, akkor is tudjuk locsolni. Horváth Iván vezérigazgató helyettes hozzátette, bár minden munkájuk nyilvánosan zajlik, ilyen érdeklődést soha nem tapasztaltak még a lakosság részéről. Az ültetést a városvezető is megtekintette, aki azt hangsúlyozta, az történik, amit megígértek és amire szerződtek. Itt ilyen nagy mennyiségű szemetet távolítottak el a Bakonyerdő munkatársai, kivágták azokat a fákat, amikkel hosszú távon nem lehetett már ezen a területen tervezni, és most azoknak a kivágott fáknak a többszörösét pótolják, méghozzá erdésztanulókkal. Tehát azt gondolom, hogy ez a Bakonyerdő részéről egy példaértékű társadalmi szerepvállalás. A polgármester a még most is tartó ellenkezésről így fogalmazott. Én azt látom, hogy itt sokan egymást tüzelik, egymást hergelik, és figyelmen kívül hagynak minden észszerű érvet, minden beavatkozás, minden látható eredményt. Itt van egy olyan kör, aki között közmegegyezés látszik abba, hogy az erdészek nem értenek hozzá. A város ezzel akarja pusztítani ezt a zöld területet. Dr. Áldozó Tamás hozzátette, azok, akik most ilyen nagy figyelmet fordítanak erre a területre, segíthetnek abban, hogy ne halmozódjon fel itt újra a szemét, és ne tegyék tönkre a készülő parkerdőt. Emléktáblát szeretnének felállítani a holokauszt cigány áldozatainak a PCNÖ képviselői, derült ki a mai nemzetiségi ülésen, ahol szó volt a szombati anyáknapi ünnepség megszervezésével kapcsolatos feladatokról, és arról, hogy tradicionális cigány recepteket gyűjt a nemzetiségi önkormányzat. Ebből, ha megfelelő mennyiségű recept gyűlik össze, füzetet is szeretnének kiadni az év vége felé. A PCNÖ az emberi erőforrás támogatás kezelőtől két pályázatra nyert pénzösszeget, a nyári bakonyjákói tábort 800 ezer, a zarándokutat pedig 250 ezer forinttal támogatják. A vegyes ügyek között a Huszár lakótelepi városrészi napon való részvételről is döntöttek a képviselők. Három előadásból álló sorozatot indított útjára a pápai rendőrkapitányság a középiskolás korosztály számára, akik már rendelkeznek vezetői engedéllyel vagy a jogosítvány megszerzése előtt állnak. A Három gyilkos című program második rendezvényét ma tartották a mezőben, a téma az alkoholos befolyásoltság alatti járművezetés volt. Gyorshajtás, alkoholos befolyásoltság, passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása. E három fő baleseti okot ismerhetik meg alaposan a Három a gyilkos című előadássorozat hallgatói. Ma az alkohol volt a téma. Főként az alkohol
járművezetésre gyakorolt hatásáról beszéltem a mai nap, illetőleg az előadás végén egy környéken történt ittasan okozott balesetnek a tanulságaira próbáltam ráirányítani a figyelmet. Az alkoholfogyasztás többféle módon korlátozza a járművezető képességeit. Az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függően a rendezetlen mozgástól, a döntési folyamat megnyúlásától, egészen a látás beszűkülésén át, amennyiben az illető nagyobb mennyiségű alkoholt fogyaszt, akkor akár a teljes vezetési képességét is elvesztheti. E témát fejtegette Varga Gyula igazságügyi szakértő is. Legfőbb dolog az, hogy az alkohol az hátrányosan befolyásolja a vezetési képességet, és ezért nem szabad, hát ezt a törvény is tiltja, alkoholos befolyásoltság alatt vezetni, és ugyan az interneten vannak mindenféle táblázatok, hogyha az ember iszik egy pohár sört, akkor mikor vezethet. Én azt mondom, hogy ezt nagyon nagy rátartással szabad csak figyelembe venni, tehát célszerű azt, hogyha az ember vezet, akkor belátható időn belül, tehát egy fél, egy nappal korábban már nem fogyaszt eszes italt, hogy a legjobb test és szellemi állapotban legyen a vezetéshez, mert akárhogy is nézzük, a vezetés az egy veszély, üzem, a közlekedésben való részvétel az veszélyes üzem, ott teljes fittségbe kell lenni, és ezért én óva intek mindenkit attól, hogy akár alkohol, akár gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt bármilyen formában részt vegyen a közlekedésbe. Az elméleti előadások után a diákok kipróbálhatták a részek szemüveget, mellyel ugyancsak egy lábbal hajtós gokartot vezettek, de így is nagy bizonytalansággal közlekedtek. Az első volt ugye a részek szemüveg, ott több bóját láttam egymás mellett így, mint a több lett volna, mindenből homályos. Hát és a második volt a drogos, az is hasonló élmény volt, szóval mindegyik nagyon rossz volt. A harmadik meg a sötétben részeg, ott meg még a sötéten is láttam az egész dolgokat, az meg lehet legrosszabb volt. A program végén a pápai tűzoltók tartottak látványos mentési bemutatót a tanulóknak. 20 készségfejlesztő labdát adott át ma délelőtt 3 óvodának a Pápavárosi Televízió és a Pápa Ma internetes hírportál. A tapolcafői, a kéttornyulaki és a huszárlakótelepi óvodások rögtön ki is próbálták a labdákat, amit 2 héttel ezelőtt Vég Tibor, pécsi sportember juttatott el a médiumoknak azzal a kéréssel, hogy továbbítsák óvodákhoz a sporteszközöket. Huszár Hajnal a Pápama felelős szerkesztője és Varga András a Pápavárosi Televízió főszerkesztője adta át ma délelőtt Csákvári Juditnak, a Pápai Városi Óvodák vezetőjének és 3 óvodának azokat a készségfejlesztő labdákat, mely ugyanúgy javítja a gyermekek mozgás koordinációját, ahogy karban tartja a felnőtteket. Arról már adtunk hírt, hogy egy kezdeményezés kapcsán a Szivárvány óvoda több ilyen labda birtokába jutott. Most pedig a tapolcafői és a kéttornyulaki 5-öt, valamint a huszár óvoda 10 darab trükkös labdával lett gazdagabb. A Pápavárosi Televízió 10 labdája a település részi óvodákba került. Nagy örömmel vettük végig József felajánlását, amivel arra biztatott minket, hogy jótékonyan tovább tudjuk adni ezeket a labdákat. Úgy gondolom, hogy ezzel is hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy a Pelc utánpótlás csapataiba ügyes kisgyerekek menjenek majd, akik értenek a labdához. A tapolcafői ovisok még nem találkoztak ezzel a típusú labdával, de a focit nagyon szeretik a fiúk és a lányok is. Így örömmel vetették bele magukat a játékba. Kéttornyulakon már kipróbálták a trükkös labdát. Egy apukától kaptak egyet ajándékba. Így, hogy most már több lesz, és többel rendelkezünk, amint látom, sokkal-sokkal szívesebben használják a gyerekek, mert így még talán a versenyszellem is kialakul bennük, és jobban inspirálja őket az a játék. A huszárlakótelepi óvodába 10 labda került. Ezeket a Pápama internetes hírportáltól kapták a gyermekek. Bízom benne, hogy az óvónénikkel közösen nagyon sokat fognak vele játszani, nagyon sokat használják, hiszen kiválóan fejleszti a mozgáskoordinációt, a labdaérzékelést, a gömbérzékelést. Élvezetes játék lesz remélhetőleg a kicsik számára. A 10 labda kevésnek bizonyult a huszárovi több mint 10 tucat gyermekének, de türelemmel várták, hogy sorra kerüljenek és kipróbálják. Csákvári Judit, a Pápai Városi Óvodák vezetője elmondta, ebben a korosztályban nem lehet kérdés a mozgásnapi jelenléte, hiszen életkori sajátossága a gyermekeknek. A változatos, különleges eszközök jelenléte, az ezekkel való érdekes mozgásformák megtapasztalása pedig további ösztönző a gyermekeknek a mozgásos játékokra, tevékenységekre.
az egy mosolyjal a gyermekekért és sportlegendákért kezdeményezésére. Már 40 labdával gazdagodtak a pápai óvodások. Április 29-én és 30-án harmadik alkalommal rendezik meg a megyében a Carpathian Couriers Race elnevezésű négyállomásos országúti kerékpárversenyt, mely az egyik legrangosabb megmérettetés a 23 év alatti korcsoport számára Európában. A viadalon 145 kilométer megtétele után idén először pápára érkezik a célba a két magyar csapatot felvonultató mezőny. A verseny részleteit a Veszprémi Városházán kedden délelőtt ismertették a sajtó képviselőivel. Több mint 40 éve rendezik meg az U23-as korosztály számára ezt a viadalt, mely így nem csoda, hogy Közép-Európában az országúti kerékpárosport legnagyobb utánpótlás versenyévé nőtte ki magát. Veszprém városa 3 éve döntött úgy, hogy első magyarországi helyszínként csatlakozik a programhoz. Az idei alkalomra szerették volna kiterjeszteni a versenyszakaszt, melyhez a pápai önkormányzat készséggel nyújtott segítséget. Az idei évben jutott eszünkbe, vagy fogalmazódott meg az a gondolat, hogy kössük össze a második legnagyobb városával, a megye második legnagyobb városával a versenyt, és tulajdonképpen a hivatalos verseny szakasz az Veszprémben indul, és Pápán van a cél, tehát Pápán fog véget érni a verseny, úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni polgármester úrnak, aki az első szóra nyitottságot mutatott, hogy ők nagyon szívesen fogadják be ezt a versenyt. Tehát az idei esztendőben Veszprémtől Pápáig tart a magyarországi szakasza, és biztos vagyok benne, hogy ismét ugyanúgy, mint ahogy ez az első kettő esztendőben lezajlott, egy nagyon nagy sikerű rendezvénnyel fogunk gazdagodni. Dr. Áldozó Tamás a sajtótájékoztatón azt mondta, bár a városban a kerékpáros sportnak túl nagy hagyományai nincsenek, bízik benne, hogy a verseny felkelti a nézőkben a sportág iránti érdeklődést. Én azt gondolom, hogy egyébként a mi tájegységünk kiválóan alkalmas arra, hogy ezt a sportot üzzék, úgyhogy hosszú távú a kerékpársport mellett szolgáló marketing szempontok miatt is tisztelettel várunk mindenkit, és ha jól sikerül, akkor miért ne legyen folytatása, és úgy gondolom, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy a jövőbe is akár ilyen sportrendezvényt, akár Veszprém városával más sportrendezvénynek közösen otthont adjuk. A polgármester hozzátette, a szombati városi ballagás nem érinti a versenyt, azonban az autókkal közlekedőknek 14 és 15 óra között a 83-as elkerülő, a Csádi út, Táncsics Mihály utca, Bezerédi utca, Szent István utca útvonalon teljes útlezárásra kell számítaniuk. Varga Györgyné volt a Gyurács Ferenc gondolkodó kör áprilisi összejövetelének vendége. Kevesen tudják, de a pápai evangélikus gyülekezet kántora verseket is ír. Ezekről beszélt a kör összejövetelén Varga Györgyné, aki természetesen néhány versét is felolvasta az érdeklődőknek. Polgárdi Sándor esperes köszöntötte a megjelenteket és a vendéget. Elmondta, hogy számos kapocs köti össze Varga Györgynével, aki ezúttal egy új oldaláról mutatkozott meg. 6 évesen kezdett zongorázni, verseket 14 éves kora óta ír. A költészet és a zene találkozik a versben, vallja. Nagyon sok párhuzam van a versírás meg a zene között, mert mindegyik felemeli a lelkeket először is, mindegyik Isten dicsőíti, és ami a legszebb benne, hogy üzenetet hordoz minden. Persze mosruha területnek mondhatom mind a kettőt, mert az ember sose látja azt, hogy miért célba, mit értettek meg a zenéből, hogyan értékelik a verseket, de az az ige erősít bennünket, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Varga Györgyné verseinek ihletője a Biblia, Isten igéje. Mint mondta, minden, amit olvas, gondol és érez, ritmusban és rímben jön elé. Feladatának tekinti, hogy továbbadja ezeket a gondolatokat. Az én verseim oda tartoznak az alkalmazott irodalom témaköréhez, mert szolgálata funkciója van. Én magam funkcionális költészetnek nevezem ezt az alkalmazott irodalmat, mert feladata van, meg kell fogalmaznom és továbbadni, amit Isten nekem mond. Varga Györgyné elmondta, sosem vágyott rá, hogy versei kötetben jelenjenek meg, bár egy antológiában már olvasható gondolatai. A Gyurácskör alkalmán most sokan megismerkedhettek mély hitről és érzésekről tanúskodó soraival. Holnap esős idő várható, jöjjön az időjárás jelentés.
Napközben a Balatontól északra mindenütt beborul az ég, és sokfelé tartós eső várható, miközben az ország más részein a többfelé felhős idő ellenére is számíthatunk pár órás napsütésre. Az északnyugatira forduló szelet rövid ideig tartó viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az Észak-Dunántúlon 9 és 15, másút 15 és 21 fok között valószínű. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék holnap is a híradót, várjuk Önöket, viszontlátásra!